Szevasztok srácok, Csipi vagyok, és ebben a videóban folytatjuk tovább azt a sorozatunkat, ahogy ugye Advanced SBC-zni szoktunk. Ugye arról szól a dolog, hogy különböző akkuntokon megcsináljuk az Advanced SBC-ket, eladjuk a pakkokat, aztán megnézzük, hogy mennyi lóvé jön belőle össze. Most már nem nagyon van olyan akkuntunk, ahol nem SBC-ztünk volna már többször. Talán azt hiszem egy van vagy kettő. Úgyhogy itt is törölnem kellett a klubot. Letöröltem a klubot, kezdtem egy új Ultimate klubot. Elején kiválasztottam a franciákat, a kezdő csomagban sok francia legyen. Aztán utána kiválasztottam a két arany rare mest, meg az egy arany rare címert, és akkor a címet azt el is diszkárdoltam, de a két mest azt eladtam 500-ért, meg 200-ért. Ugye, hogyha nem tudtam volna adni, akkor azokat is eldiszkárdolom, és akkor abból vettem ezt a három játékost, majd ezekkel a játékosokkal áthoztam. Hát, nagyjából 20 000 coint. Ja. És még maradt 2000 coinunk is ebből a 20 000-ből, szóval tök olcsón ki lehetett hozni ugye az első 4 SBC-t, hiszen elsőre ebből a 20 000 coinból mindig 4 SBC-t csinálok meg. És szerintem már tudjátok jó, hogy ez a 4, ez a Hybrid Nation. Hybrid Nation, nézzük meg ezt a Nation App rágyot, hogy oldottam meg. Ez egy Bundesliga squad. Mutatom az árakat. Nem kell hozzá loyalty, nem kell hozzá átalakító, semmi. Simán működik anélkül is. El is nyomom. Jön a megapak érte. Nézzük a második SBC-t. Ez egy MLS-es squad, van benne egy portugál ligás is. Megmutatom az árakat, srácok, szokás szerint. Mit mondjak, ha szokásos, hogy tudom csak mondani, olcsó volt nagyon. Mindenki vagy minimál ár, vagy egy picit drágában jött el, mint ez a Vella. De a legjobb játék, a legtöbb játékos az minimál árba jött el, úgyhogy sima liba. Prime Gold Players pakkot ad, tehát 45k-s pakkot. The Six a következő, itt már szerintem ezt is kívülről tudjátok, a három kővenbános, két török, kettő francia kezdőcsomagból, ide meg random szoktam vásárolni két olyan játékost, mint tudom én, ez a játékos megvolt, ez az LV, megvolt ez a japán, és akkor hozzájuk vásároltam ugyanolyan nemzetiségű ugyanabból a csapatból, és akkor így bőven megvan mindig a chemistry, hiszen csapattársadnak sokkal jobb a chemistry egymással, mint akár csak ugyanolyan ligás játékos raknék be. Olcsó volt nagyon. Ugye ezek megvoltak alapban, ezek a játékosok. Nyomom is el. Premium Gold Pack. Quartz. Ezt is már ismeritek. Itt a három osztrák ligás, itt a három ukrán, és akkor itt van három német, mostanában németek mennek, nem a spanyolok. De meg random raktam kettőt, ugye ez megvolt az a CB-hez, vettem random egy játékos, de mindjárt mutatom az árakat. De az a lényeg úgy, hogy meglegyen a kellő számú rare játékos. De hát most nagyon olcsók voltak a játékosok, láthatjátok, mindenki gyakorlatilag minimál árba jött el, vagy minimálisan drágábban. Premium Gold Players Pack, és akkor a Hybrid Nations-szel elkészültünk. Jöhetek jó fincsik is, 55k-s pack. Úgyhogy maradt még 2000 coinunk, és ugye van 5 darab pakkunk. Szokás szerint, srácok, most átadom a kontrollert Alexnek, Magyarország egyik legjobb FIFA játékosának, és majd ő kibontja a pakkokat. Na, üdvözlök mindenkit, most már jön egy Pogba. Nézzük, elsőre nincs senki. Ez a legjobb
Tudt, ez a legvégén van. Így a következőt. Tök mindig még egy nyitjuk. Premium God Players Pack, nem nincs benne walkout, úgyhogy ez egy fos. Ez nagyon szomorú. 82-es Ramsey a legnagyobb benne. Következő 45k-s pack. Nem nézek oda, úgy ez benne semmi. De mi ez? Ez mi? Ez most komoly, mi 45k-s pakban nincsen board. Tehát 82-es bakkal lenni a non-rare. Mekkora egy szar. Nem, de az is csak gondolkodtam, hogy mi volt ez a pak. Na jó, ezt elszkipeljük. Nyolc ötös kimik. Mennyi megy? 23 000. Csoda, legjobbat elnyomtam, mondhatom, hogy ez lesz. Keverjük be. Nem keverem be. Mert 45k-s pakunk nincs, csak 55k-s. Ankor. Na. Keverjük be, mert ilyen board, 85-ös volt benne. Szerintem így csinálsz benne board. Már sokáig töltött, úgyhogy ebben 80-as lesz egy nagyobb játékos. Hát board, de hát ez akkor olyan csak racsi lehet, mert... Jonas. Nem, 20-20. Már szerintem Jonas többbe megy, mint a Jesus. Mekkora egy szar az a bak, az meg. Hát ne jó, mindenki ilyen diszkárdos, mindenki összes játékos. Ennyi megy 5000-be. Most értitek, leer meg a pak, és akkor van benne egy on-rare. Ez hogy lehet? Van itt 14 000 coin. Draftnak jobban ültem volna. Hát itt egy 85-ös kimik volt a legnagyobb, ami ki 23-es, úgyhogy végül is lesz valamennyi itt is. Hát ahhoz képest, hogy szinte semmit nem nyitottunk ezen az akunton, ugye egy darab Kimmich volt a nagyobb, meg ez a Gabriel Jesus, már 100 000 coin felett járunk, pedig csak ugye ezt az öt pack tartalmát árult, ennek az öt packnak a tartalmát árultam ki, de nézzétek meg az árakat, az UCL upgrade miatt, meg most a különböző SBC-k miatt nagyon viszik a játékosokat, szerencsére nem discard árba, meg minimál árba kellett őket eladni. Amúgy is le voltak fogyva a non-rare játékosok a piacról. Ugye ezek még, ez a három még, akikkel áthoztam ugye a coint az elején. Őket nem most adtuk el. Fitnessek is van, a squad fitnessek is végre 1300-ba is mennek. Utáltam, amikor ilyen 850-be mentek csak. Ezt a bakkát kell még eladni, meg ugye maradt pár ilyen olcsóbb cucc. Ezek közül a mezeket inkább eldiszkárdolom. Két fitness az visszamehet. Meg ezek a cuccok is szerintem így első blikre. Na és akkor... Most ebből a 100 000 coinból nekiállok és megcsinálom most lehet a következő 8 SBC-t, de hát bőven ki fog jönni, hiszen azt a 45 000 coinból szoktam összerakni. Na hát szépen kiárusítottam az első 5 pack tartalmát és megcsináltam gyorsan a srácok a 8 SBC-t, és még maradt 55 000 coinunk, az teljesen jó szerintem, tehát
Elég jól dolgoztunk. Haladjunk visszafelé. Ezzel a Hybrid Masterrel kezdek. Nézzük, hogy milyen squadot csináltam hozzá. Ugye itt csak 10 játékossal kellene lejátszani egyébként a 10 meccset, vagy 10 meccsből kilépni, de inkább lejátszottam mind a 11-jel, mert inkább mind a 11-jel kiléptem, úgyhogy bőven meglett a chemistry, megmutatom az árakat, nagyon olcsó volt. Ugye most az upgrade-ek után majd egy teljesen új SBC akuntozást lép majd érvénybe, hiszen megváltoznak egy csomó játékosnak az ára, meg a ratingje, úgyhogy megint szerintem majd variálni kell egy kicsit. Következő ilyet szerintem már csináltam, srácok. Itt le kellett játszani, azt mondja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Akkor igazából 6 játékossal ki kellett lépni a 10 mérkőzésből. Megmutatom az árakat és megmutatom a játékosok neveit itt is. Olcsón sikerült ezt is valahogy összeraknom. Pedig most össze-vissza van a piac, tehát elég furi. Meg a pakkot ad. Intermediate a következő. Ugye ilyet már csináltunk, bal oldala ukrán, meg a jobb oldala ukrán, itt lenne meg angol kettesek vannak, ott meg portugál ligások. De azért megmutatom az árakat, és megmutatom, hogy mennyibe kerültek. Jó, olcsó volt, tényleg el lehetett őket hozni minimál árba, 350 meg ilyenek. Teljesen jó srácok. Kapott, kapunk egy kis coinnek ugye a pakkot, és akkor az utolsó ebből a négyesből, a puzzler. Na, ez is egy ilyen olasz egyes, francia egyes hibrid, de mutatom a játékosok neveit és az árakat. Ugye mindig először ezek a non-rare játékosok fogynak el egyébként a piacról, hiszen azok vannak, azokat nyitogatják kevésbé az emberek, ezeket a non-rare játékosokat. És akkor elkészültünk az első 4 SBC-vel, ugye ez a 12.000 coint adja majd a végén. Meg ugye azt az egy meszt. Mert a klubba. Hybrid Leagues a következő. Hát ami még maradt hátra, a squad goals. Srácok, szerintem ezt már kívülről tudjátok, a szokásos francia squadom. Azt mondja 1-2-3 játékos loyalty is. Tényleg szerintem már kívülről tudjátok, hogyha követjétek a csatornát meg a videóinkat. Én legalábbis kívülről tudom már ezt a squadot. Meg a pakkot ad. Prime 9. Ezt brazilokból oldottam meg. Ez volt most a legolcsóbb. De az itt már érezhető, hogy nem volt annyira diszkárdár mindenki. Volt egy-két pár száz coinnal drágább játékos, de így se volt vészes. Utolsó előtti jön most, hogy átvettük ezt a Prime Gold Players pakkot még hozzá, a Seven Suspects. Ez egy nagyon olcsó mexikói squad, csináltunk már ilyet szerintem a videósorozat során, nem is egyszer. Elég olcsóba el lehetett hozni ide a játékosokat, hál' Isten. És ugye itt van a Jovetic. Utolsó Rare Fives. Na itt aztán nagyon variálni kellett, betettem ide 3-at ugye az osztrák ligából. Volt egy ilyen
angol ligás játékosom, ahhoz vettem egy másik angol ligást, de ugye ez rare, úgyhogy azért volt jó. De meg nem tudom, talán ez is volt alapban, igen, egy ilyen, nem tudom, ez milyen ligás, északír angol 4-es. És akkor ide mennem kellett, azt hiszem, egy északír angol 4-es, de hát mindjárt mutatom az árakat. Ugye a nagy része az megvolt minden a játékosoknak, ez 200, ez megvolt, 350, 200, ez ugye megvolt alapba, 200-ért vettük, megvolt, ez kicsit drága volt 600-ért, de ez megvolt, megvolt, és 500-ért vettünk egy ilyen francia 1-es franciát, úgyhogy nem volt egy drága SBC, de hát csak egy Jumbo Gold pakkot ad. És akkor elkészültünk ezen az akunton is az összes Advanced SBC-vel. Jön még egy 55k-s pak. És van már 70 ezer coinunk, srácok, úgyhogy most gyorsan leürítem a transfernek azt a részét, ami ugye a legvégén ment el. Ugye ezeket kiárultam az első 5 pakból. Van most 9 pakunk és 70 ezer coinunk, tehát itt azért lesz haszon szerintem. Úgyhogy átadom a kontrollert Alexnek, és ő kibontja a pakkokat. Na, szevasztok, srácok! Vágjunk neki a következő 9 paknak. Az első pakban nincs semmi. Egy 80-as Bernard van a legjobb játékos. Nézzük, mi van a pakban. A legvégén hát, ha esetleg Hunter, de nincsen. Következő lenne a Rare Gold pack. Nézzük, hát ez nem lesz Walkout, de még board se. Igen, három játékosom benne, valami ennyit is vártam ebből a szarból. 15k-s pack. Úgy érzem, ebben lesz egy board. Igen. Német CM Gündogan. 84-es Gündogan. Nézzük meg akkor, hogy Ilkay Gündogan mennyibe megy. Azt a rohadt élet. Ez 10.000 fölött mennek a 84-esek, látom. 11.000 megy a... 10.000 megy a Gündogan. És fasza. Igen. Estéből CF, igen, azt akartam nézni. Hát... Lement az ára. Lement az ára, sajnos. Na nézzük. 25k-s pak. Másik fajta. Jöhetne egy sima bordi. De nem fog. Ebben egy 80-as, hát egy non-re, egy 80-es legnagyobb iborra. Hát egy fos pak volt most, mit tagadás, nincs mit mondani erre. Megapak. Nézzük. Örülni bornak is, de egy csima vanstovasnak is, ami nem walkout. Ó, de szar, mekkora egy fos. Egy vanstovas kártya esetben már. Ja, hogyha gondoltam, hogy egy ilyen szar, ilyen 79-es is dobhat, akkor dobhatna, igazán. 282-es. Azért boldog még azért jobban ültem volna ebből a pakból. Na nézzük akkor most a 45 ezeres pakkot. Mostanában nem dobja, de... Egy boardot dobhat. Á, ne, nagyon szar lesz. De azért ez egy board. Ez egy Mandzukic, nem, egy Kramaric, egy új. Upgrade lett Kramaric, már egyszer kinyitottuk. Cassias, Politano, szerintem Politano az nem volt 82-es, az biztosra veszem, hogy ez nem volt 82-es soha. Azért ez is ér valamennyit. Felmegy Cassias, nem annyira ér sokat, ebből mennyi van. Hát már nem olyan kevés. Úgyhogy most jön a másik megapak, bekeverjük. Nézzük, hát ez egy szar lesz.
Nagyon szar. Ez egy rakás fos. Megint 82-es lenne jobb benne, de ez így nagyon fos, tényleg. Mi van még itt? Semmi. 1000 coin. Még egy ST-ből CF. Fú, hát azt tudom mit csinálni. Hát most nem volt bord, akkor nem keverem be. Meg a pak. Mi az Isten? Rare meg a pak. Ó, oh, de szar lehet. Ez már nagyon szar lesz így. Bord, nem bord, de... Orasz, kapus. Jézus. Átment a Vivian, no, a spába. Nagyon szar. Ez volt a Rare meg a pak. Rare meg a pak. Nagyon szar volt ez. Ezek ma 50k-s pakot be kell keverni. Na. Minimum board lejön, nem? JP. Ez a boardnak örülnek. 84-es minimum. De nem jött a 85-ös vagy 85-ös? 85-ös, na most nem fogja dobálni, mert ugye... Na. Let's see. Jó lesz, ja. Hát ez az akunt, mert nekem annyira feküdt. Még Perin, Carvalho. Nem tök a 184-es. Na nézzük mennyi jön ennek. Mondjuk ez 9000. 16 összesen. 23. 25, jó, igen. Úgyhogy ez akkont nekem csak azért feküdt, mert most drága van mennek a 84-esek. Amúgy nem jött semmi értelmes. Semmi értelmes, semmi értelmes, semmi stressz, van szó, vagy semmi srácok. Mindegy, megnézzük, hogy Csipi mennyit hoz ki belőle. Hát az első, hogy nem is tudom, hányadik adagból, talán, de az első 99 cuccból elment 89. Olyan rég csináltam már ezt az akkuntot, hogy nem is tudom, hogy miket nyitottunk, amiből ennyi coin lett, hogy már 184 ezernél tartunk. De most gyorsan végpörgettem akkor a játékosokat, hogy lássam, hogy mik mentek el milyen árba. Nagyon jó árba mentek el ezek a rare arany játékosok. Szerencsére nem ilyen minimál árasak. Nagyon sok az ezres. Már a non-rare játékosok vannak, de azért végigpörgetem, hogy lássátok, hogy miben jött össze a coin. Zabaléta 1500 coin volt, lol. És akkor itt is vannak... rengeteg kontrakt. Elnyomom. Maradt pár játékos, de hát rakom fel a többi cuccot is, és akkor jövünk a videó következő részével rögtön. Na hát srácok, a cucc fele elment itt is, ezen az akunton. Nézzük meg, hogy milyen árba mentek el, és pontosan mik. Ezerkettő, a CDMC-em az teljesen jó. Healing kártyák és a fitnessek 1001-be elmentek. Nézzük, hogy mi maradt. Ugye maradt fent egy csomó játékos, meg egy-két ilyen... hát ezekből egy csomó minden diszkárdos lesz, úgy érzem. Mindenesetre majd felrakom őket még egyszer. Hát, ha elmegy valamelyik, és rakok hozzájuk még föl. Tudtad, hogy tele legyen a transfer, aztán jövünk a videó következő részével gyakorlatilag mindjárt. Elérkeztünk a videó végéhez, srácok, az 52 cuccból már csak 18 ment el, az nem mondom, hogy nagyon fényes, de hát ugye csak a legszarabb cuccok maradtak a végére, viszont az SBC miatt ez az amerikai MLS-es srác 4000-be elment, lol, az nagyon jó ár. Lesznek olyan tudtok, amiket még visszarakok egyébként, úgy látom. De az ilyen hulladékokat gyorsan eldiszkárdoljuk.
Ezeknek a healing itemeknek semmi értelme egyébként, mióta 200 körönbe megy ez a minden gyógyító lófasz. Szóval azóta ezeket szerintem nem lehet eladni. Ja, Indien elég fura egyébként is a piac. Még a szokásosnál is több teljesen fölösleges item van fenn. Tehát csomó olyan tudsz van benne a játékban, amit soha senki nem fog megvenni, mert hulla felesleges. Úgyhogy az is, azok is csak arra jók, hogy telebasszák a pakkokat velük, aztán ilyen szarokat nyissatok a pakkokból. Na, itt a kontraktok visszamennek még egy körre, de nem fűzök hozzájuk sok remény, mert úgyse fognak elmenni. Ezeket még gyorsan lepörgetjük. De közben már elmondhatjuk, srácok, hogy 220 ezernél is több coinunk lett, ami 21-2 ezer coin befektetéssel. Szerintem nagyon jó, hiszen megtízszereztük, pont megtízszereztük mondjuk a pénzünket megint. Tehát rohadt jól dolgoztunk, és ugye nagyon kis időbefektetéssel tízszereztük meg azt a lóvét. Gyorsan kibontom még a futbőzdélyes pakkot. Látszik, mindenhol ezt a Jumbo Premium Gold pakkot kapjuk, és egyikből se fog jönni semmi. Egy Volland. Ugye srácok, az Advanced SBC módszer videósorozatnak következő részének a végéhez értünk végül is. Úgyhogy ez a 220 ezer coin az, ami a végső összeg, srácok. Megtiszereztük a pénzünket, teljesen jól dolgoztunk, úgyhogy ha tetszik ez a sorozat, meg tetszett ez a videó, akkor dobjál rá egy lájkot, és akkor folytatjuk majd tovább. Csipi voltam, szevasztok!